Sok szeretettel köszöntöm a nézőket, én már sokadik alkalommal itt a Művelődési Ház Színház termében. Hatalmas készülődés előzte meg ezt a rendezvényt. Tegnap egy nagy létrával is megbirkóztunk, talán aki követ minket a Facebookon, az látta is. Hárman birkóztunk vele. A mai nap már túl vagyunk egy flashmobon, ami a köztársaság útján volt. Aztán sok új dolgot tanultunk Székely Majától az ő óráján. Minden csoport, aki ma itt a színpadon láthatnak, nagyon sokat gyakorolt, hogy önöket ma elvarázsolja, szórakoztassa. Ahogy érkeztek a kedves vendégek, láthatták, hogy a bejáratnál elhelyeztünk egy vendégkönyvet. Megköszönjük, hogyha hozzászólnak akár a mai rendezvényünk kapcsán, illetve a korábbiak, aki részt vett már rajta. Aztán elhelyeztünk egy jelentkezési lapot is a Tara Tánciskola óráira. Tündértánc foglalkozáson, látványtáncórán és hastáncórán vehetnek részt. A tündértánc foglalkozás az 3-tól 6 éves kori. Kint a jelentkezési lapon kérjük, hogy írják be, hogy melyik órán szeretnének részt venni, vagy a gyerekek. Az egyik támogatónk jó voltából egy kis üdítő kóstolót is láthattak. Nagyon nyugodtan menjenek vissza és kóstoljanak, aki még nem tette már. A cég képviselője is itt lesz közöttünk ma. Kint a fiatal emberektől meg lehet kérdezni, hogy ki ő. Aki ma a mi programunkat választotta, garantáltan jól fogja magát érezni. Lesz még egy kis meglepetés, illetve annyira nem meglepetés, de lesz egy lézerső az első szünetben. Fogadjanak minden táncost olyan nagy szeretettel, amilyen szeretettel ők készültek, és itt lesznek ma nálunk a színpadon. A mai est további részén egy fiatal kis hölgy fogja önöket végig kalauzolni, Gazda Barbara. Én jó szórakozást kívánok önöknek! Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket! A színfalat mögött már nagyon üzülődés. A csoportok lelkesen készülnek, hogy önöket elvarázsolják a mai napon. Akiket elsőként a színpadon láthatnak, Budapestről érkeztek, a Maya Dance Hashtag Studio-ból. A Raksa Amal Studio kezdő táncsoportja. Táncolnak Székely Maja, Jánbor Anna, Márton Kárit, Fáj Eszter, Csepregi Renáta, Bíró Barbara és Takács Ildikó. A koreográfiát Székely Maja készítette. Fogadják őket szeretettel! Gel, gel çok karışım gel, gel gel sarışım gel, gel.
Egyiptomi négy tánccal a Szájdivel. Nánási Rita és Horváth Lóra előadásában. Stúdió kezdő középhaladó tánccsoportja a Princess Amel következik. Táncolnak Székely Maja, Szabó Ildikó, Szentesi Adrien, Jábor Anna.
A koreográfiát Székely Maja készítette. Fogadják őket szeretettel. Csoport Tokodról érkezett. 2012 óta táncolnak együtt. 2013-ban a gyöngyösi versenyen ezüst minősítést értek el. Az idén Kecskeméten Győri Márta félprofi szinten szóló táncával ezüst minősítést szerzett. A gyöngyösi versenyen Bertok Diana kezdő kategóriában 2 bronz, Győri Márta pedig félprofi kategóriában ezüst és arany minősítéssel végzett. A csoportban bronzot kaptak. Ma itt a színpadon Bertók Diana és Győri Márta.
A most következő csoport 2014 évelején alakult Tatabányán, Keszed Katalin, Alina vezetésével. Először egy vidám triót, majd egy pörgős dobszolót láthatunk tőlük. Fogadják őket sok szeretettel! Yeah.
Dance Studio kezdő csoportja következik, ismét a színpadon a Raksza Elamar. Csoportja következik egy modern koreográfiával. Ezzel a koreográfiával nagy sikert alattak az Egri Has Tánc Fesztiválon és több más rendezvényen is. A koreográfiákat a Tánciskola művészeti vezetője Tácsik Gabriella készítette. Fogadják sok szeretettel! Thank you.
A Tahiasztán stúdiót Zambori Tíme alapította 2012-ben Jászberény városában. Fő célkitűzése az volt, hogy nem csak megismerteti, megszeretteti a mesés feletti lelket a gyerekekkel, hanem az orientális tan segítségével észrevétlenül fejleszti a kislányok koordinációs, egyensúly és ritmus érzékét. Egy olyan élvezhető mozgásformát kínál, amelynek köszönhetően javul a tartás, a ritmusérzék, a rugalmasság és természetesen remek szórakozás, stresszoldás is egyben. Személycsoportot láthatják a színpadon. Thank you.
A Maya Dance Hastán Stúdió középhaladó csoportja következik. Az Amarszai Hastán csoport 2012-ben alakult. Azóta több országos hastánc versenyen értek el dobogós helyezést. Táncolnak Székely Maja, Vas Zsanett, Fülöp Adrián, Győri Zsuzsanna, Szabó Ildikó. A koreográfiát Székely Maja készítette. Fogadják őket szeretettel! Elnézést, egy kis technikai probléma adódott, úgyhogy várnunk kell néhány percet.